Újra itthon lép pályára a HR-rend Kozár Michelin labdarúgó csapata. Az előző Dabas elleni idegenbeli mérkőzésen magabiztos győzelmet arattak a Cél Zoltán tanítványai. A dinamikus játék mellett jó egyéni teljesítmények voltak jellemzők. A 15. percben Vajda szögletéből Tóth Zoltán volt eredményes, majd a 44-ben Beke szép szólója után 2-0-ra növelte a Kozár Michelin előnyét. A fordulást követően Vajda szögletéből ismét Tóth Zoltán fejelt, beállítva ezzel a 3-0-ás végeredményt. Kontrolláltuk a mérkőzést, sikerült egy szöglet után egy fejes góllal vezetést szereznünk, és utána ugyanúgy próbáltuk nyomást helyezni az ellenfélre, és ebből a nyomásból lett egy kiállítás, és a fél idő előtt megdupláztuk az előnyünket, és így már egy úgymond sima meccs lett belőle. A hétvégén a HR-rend Kozár Michelin a Budapest Honvéd MFA második számú csapatát fogadja hazai pályán. Az ellenfél Honvédnak nem indult jól a tavasz, 3 idei bajnoki mérkőzéséből csupán 1 pontot szerzett. Jelenleg a tabella 9. helyén állnak, fő céljuk, hogy a fiatal labdarúgók is rutint szerezhessenek a felnőtt bajnokságban. A Kozár Michelini gárdában lassan a sérült és beteg játékosok is visszatérnek, szemük előtt már csak a 3 pont megszerzése lebeg. Szeretnénk folytatni a sorozatunkat. Ugye 23 meccsel veretlenek vagyunk, szeretnénk megszerezni a 24-et is, vagyis megvívni veretlenül, és hát nyilván szeretném segíteni a magam részéről góllal, gólpasszal ugyanúgy a csapatot. A mérkőzés március 6-án vasárnap délután 4 órakor kezdődik a Kozár Michelini stadionban.